Informális megbeszélésre hívta ma Klaus Johannis államelnök, a Nemzeti Liberális Párt, az USZERE Plusz, valamint az RMDS vezetőit. A megbeszélésen a parlamenti többség kialakításáról és a közös kormányzás lehetőségéről tárgyaltak. Az államfő által kezdeményezett informális találkozón Ludovik Orbán, Dan Barna, Drágos Tudor Áké és Kelemen Hunor vett részt. A megbeszélésen Klaus Johannis csak néhány percet maradt, arra kérdezett rá, hogy a három alakulat megpróbál-e parlamenti többséget alakítani és együtt is kormányozni. A felek közölték, készen állnak a közös kormányzásra, ezt követően pedig ütemtervet készítettek és úgy döntöttek, hogy szombaton elkezdik a tárgyalást a többség kialakításáról és a kormányprogramról. Abban bízunk, hogy a parlament alakulásáig sikerül összehozni egy olyan egyességet, amely a kormányzást egy stabil parlamenti többséggel lehetővé tenni. Ennél többről még túl korai lenne beszélni. Természetesen a miniszterelnök személyével kapcsolatosan volt egy rövid beszélgetés, hogy a legnagyobb párt, a koalíción belül legnagyobb párt jelölne miniszterelnököt. Természetesen mások is jelölhetnek, de ez lenne az első opció, és ez a liberális párt részéről a mostani pénzügyminiszter. Az RMDS vezető politikusai egyébként korábban is jelezték már, hogy hajlandók támogatni Florin Kötszut a kormányfői tisztségre. A szövetségi elnök ugyanakkor elmondta, tisztségekről egyelőre nem tárgyaltak a felek, erre majd a későbbiekben kerül sor, természetesen a parlament megalakulása előtt, amely december 21-én várható. Klaus Johannis államfő egyébként hétfőn konzultál a parlamenti pártok képviselőivel.